Köszöntöm nézőinket, Önök Telene magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Képviselőtestületi ülés. Tervekről, intézkedésekről tárgyaltak. Sokoldalú verseny. A gimnázium megmérettette az általános iskolásokat. 30 éve testvérvárosi kapcsolat. Cserediák programot terveznek. Tavaszi térzene. Sombereki fúvósok koncerteztek. A csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése és új parkolóhelyek létesítése is napirendre került a testületi ülésen. Több nélkülözhetetlen témát is érintettek, a legkiemelkedőbbekről Apelshofer Ágnes, a város polgármestere adott tájékoztatást. A Tolnai Idősek Otthonát, amit ez év január 1-től működtetünk újra a városban, tehát korábban a Szekszárdal, illetve Szekszári Társulással együtt működtetünk, mi ebből kiszálltunk, és most jutottunk el oda, hogy a döntés ugyan már korábban megszületett, hogy át szeretnénk ezt adni a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, de most kapták meg a befogadási engedélyt, vagy a hozzájárulást az államtól, és most született meg az a döntés, hogy akkor átadjuk. 15 évre az épületet ingyenesen használatba adjuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, és kötünk egy együttműködési megállapodást, hogy azt a 42 férőhelyes otthont a továbbiakban ők fogják működtetni. Én ezt nagyon fontosnak gondolom, mert ugyan csak, és ezt idézőjelbe mondom, csak 42 ellátót van ott a városban, de nyilván bármelyikünk az idők során oda kerülhet, tehát ez azért minden tolnait érint, vagy úgy, hogy ő esetleg beköltözne, vagy úgy, hogy hozzátartozóját helyezni el ebben az otthonban. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak gondolom azt, hogy egy nagyon magas színvonalú ellátást tudjunk biztosítani az ott élőknek, és én azt látom, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, hiszen az országban számos helyen működtetnek ilyen idősek otthonát, ezt meg fogják tenni. Tehát, hogy már most is a tárgyalások során és a befogadás során is már tettek lépéseket, tehát hoztak ide adományokat, szakmailag segítik az ott dolgozók munkáját, átmenetileg a mi családsegítő központunkhoz integráltuk be ezt az intézményt. Most is jól működik, de én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a jövőben még ennél sokkal jobban fog működni, és talán ez volt a legnagyobb horderejű dolog, amiről döntöttünk az elmúlt testületi ülésem. És persze voltak még más döntések is. Korábban már döntöttünk egyes fejlesztésekről, például a Táncsics utcai csapadékvízelvezetés problémájának a megoldásáról, vagy parkolóhelyek létesítésének a tervezéséről. Most jutottunk el abba a szakaszba, hogy a Táncsics utcai csapadékvíznél már kivitelezőt választottunk ki, tehát ahogy aláírjuk a szerződést, onnantól kezdődhet a kivitelezés is, tehát remélem, hogy ez még a nyári nagy esőzések előtt még meg tud valósulni ez a munka, és a tervezőt is kiválasztottuk, hogy ki fogja tervezni az új parkolóhelyek létesítéséhez a terveket. Tavaly ősszel valósult meg a közvilágítás korszerűsítése, és azóta is egyre több jelzést, kapunk, hogy hiányoznak lámpatestek, tehát nem a meglévőkkel van probléma, hanem szeretnének esetleg bővítést az ingatlan tulajdonosok. Ennek oka lehet részben az is, hogy a ledes megvilágítás az már nem szórt fényt ad, hanem kifejezetten a lámpaoszlop alatti területet világítja meg, és így vannak bizony olyan területek, ahol sötét van. Úgyhogy a lakossági kérések érkeztek az elmúlt testületülésen, is döntöttünk arról, hogy megterveztetjük ezeket a bővítéseket, mert hogy nem mindenhol annyira egyszerű a dolog, hogy csak fel kell szerelni egy lámpatestet egy villanyoszlopra, hiszen van, amelyik villanyoszlopon nincs is közvilágítási szál, vagy esetleg az is lehet, hogy nincs oszlop. Úgyhogy felkérünk egy tervezőt, hogy ezt nézze meg, meg hát az is azért nagyon fontos, hogy ez mennyivel növelni egyébként az elektromos áram fogyasztását, de én
arra számítok, hogy a képviselőtestület minden olyan kérésnek helyt fog adni, ami valóban indokolt. Ahol az az oka annak, hogy sötét van közterületen, hogy a fákat esetleg meg kéne metszeni, hogy jobban át tudjon világítani a közvilágítási lámpatest a közterületre, akkor ezeket is meg kell vizsgálni, és nyilván, hogyha az egyszerűbb, akkor azt fogjuk megtenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy számíthatnak azok, akik kérvényt adtak be, hogy szeretnék, hogyha bővítenék a lakókörnyezetükbe a lámpatestek számát, akkor én nagyon bízom abban, hogy a képviselőtestület majd pozitív döntést okozni. Az új parkolóhelyek kialakításával kapcsolatban is pár részlet napvilágra került. Festetics utcának a Selyemgyárhoz közeli részén tervezünk parkolót kialakítani, illetve az Eötvös utcai iskolánál elég kaotikus állapotok vannak reggelente, amikor a szülők hozzák a gyerekeket, itt egy alsó tagozatos épületről van szó, és oda még sokszor autóval viszik a gyerekeket, úgyhogy annak előtte, mellette lévő parkoló kialakítását fogjuk most megterveztetni. Én nagyon bízom abban, hogy ez a beruházás is meg fog valósulni, de még egyszer mondom, most egyelőre a tervezésről van szó. A közművelődési pályázatok elbírálása is megtörtént. Képviselőtestület a Humánbizottság javaslatát fogadta el. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig 2 millió forint keretösszeg volt ez a pályázható lehetőség. Tavaly megemeltük egy kicsit, de most egy nagyobb keretösszeg lehetett pályázni, tehát összesen 5 millió forint került kiosztásra. Jó hír, hogy újra meghirdetésre kerül a Gondos Gazda Virágos Port, a környezetszépítő verseny. Az előző évek tapasztalatai alapján az emberek szívesen megmutatják az otthonukat, kertjüket. Megrendezték a nagy hagyományokra visszanyúló járási tanulmányi versenyt a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Miklós Márta, a matematika-fizika szakos tanár beszélt az egész héten át tartó verseny programjáról. A héten rendezzük meg a gimnáziumban a járási tanulmányi versenyt, most hosszú kihagyás után újra élesztve a hagyományokat. Tegnap indultunk a természettudományos csapatversennyel, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Szerintem a gyerekek is nagyon jól érezték magukat, mi pedagógusok is nagyon jól éreztük magunkat. Ma folytatódik a humán tudáspróbával, ami szintén rendhagyó lesz, azt gondolom. Lesz egyéni verseny, lesz utána egy kis játékos vetélkedő, holnap folytatódik a matematikával ez a rendezvénysorozat. Matematika, utána pedig a matematika írásbeli rész után lesz egy kis sportverseny, méghozzá sorversenyezni fognak a jelentkezők csapatokban, 8 fős csapatokban, és csütörtökön a nyelvi megmérettetéssel zárulnak a hét rendezvényei. Humán tudáspróbát, a matematikát, a nyelvi versenyt, azt 5-től 8. évfolyamig hirdettük meg. A sorversenyre 7.-8. osztályos diákok jelentkezését vártuk, ugyanúgy a természettudományos versenyre is 7.-8. osztályos diákok jöttek csapatversenybe, ahol 5.-6. osztályt is meghirdettünk, ott a legnagyobb a jelentkezőknek a száma, de tegnap a természettudományos csapatversenyre is nagyon szép számmal érkeztek jelentkezők. Kategóriánként vannak díjazottak, viszont amikor minden verseny lezajlik, akkor utána majd az iskolák között is lesz egy külön olyan díj, amit egy ilyen vándorkupa formájában fogunk majd továbbadni vagy kiadni. Jó pár év kimaradt a Covid-nak köszönhetően, de előtte rendszeresen rendeztünk ilyen járási tanulmányi versenyeket, és most pedig, ahogy újra kezdtük, egy kicsit átszerveztük, újra gondoltuk, frissítettük az egészet, és úgy tűnik, hogy nagy a sikere, tehát sokan jelentkeztek. A humán verseny fordulójáról adott tájékoztatást Nőtigné Koncz Éva. A gyerekeknek áttekinteni, feleleveníteni kellett előzetesen a már meglévő tudásanyagokat. A járási versenynek a második napja, ez a humán tudáspróba lesz az iskolánkban, magyarból és történelemből lesz egy kis feladatlap a diákoknak, 20-20 percben kell megoldaniuk.
műveltségi kérdések, tehát olyan is, ami a tanult tudásukat méri, meg kreatív kérdések, meg egy kis helyesírás is lesz a feladatlapban, úgyhogy ezzel kell megbirkózniuk, és akkor utána még egy kis interaktív játék is várja őket, és aztán eredményhirdetése mindenhol lesz. Arany, ezüst és bronzérmes nyertesünk. A Covid óta először rendezzük ezt meg, és nagy örömmel csináljuk újra, hogy összejöhetnek az általános iskolás csapatok, és kicsit megnézhetik a gimnáziumot, egy picit ismerkedhetnek az iskolánkkal, és versenyen megmérettethetik magukat. A szaktanáraink az általános iskolai tankönyveket megismerve, az NKP, ugye a digitális tankönyv segítségével is föltérképeztük a tananyagot, és ugye ezeket őnekik előre elküldtük már egy hónappal ezelőtt, megvolt, hogy mi a tematikája a versenynek, 5., 6., 7. évfolyamon versenyeznek, 8. jelentkező nem volt, egy fő volt, és ezért azt töröltük a versenyből, de a többiek megkapták a verseny tematikáját, és fel tudtak rá készülni időben. Érmet kapnak, egy kis édességet kapnak, tehát aranyérmet, ezüst és bronzérmet, tehát kapnak egy ilyen elismerést, éremmel jutalmazzuk a versenyzőket. Hát ezek tanult anyagok, tehát úgy válogattuk a versenyanyagot, hogy ezeket már tanulták ebben a tanévben, tehát ismert anyag, ezt csak rendszerezni, átismételni kellett, míg a szünet előtt elment a feladatkiírás, tehát biztos, hogy tudtak rá készülni. Az egész héten át tartó megmérettetés nagy változatosság jellemezte a tantárgyak, a feladatok és a megoldási lehetőségeket tekintve is, amihez nagyfokú találékonyság és kreativitás is szükséges volt. Ne menjenek messzire, rövid kereskedelmi kitérő után folytatjuk a Telena magazint. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25.000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Az országos teszett szemétszedési program keretében a tolnai ovisok és szüleik, az idősek napközijének csapata és a civil szervezetek képviselői megtisztították Tolna utcáit. Berta Zoltán Tolna alpolgármestere közösségi oldalán azt írta: köszöni Steinbach Zsolt szervezését, a Telena Kft. Közreműködését és Babos Béla vendéglátását. Példaértékű volt az összefogás, hiszen olyan környezetben élünk, amilyet teremtünk magunknak.
Tolna és a németországi Stuttenzél testvérváros kapcsolata 30 éves múltra tekint vissza, melyet évenkénti találkozókkal tartanak életben a városvezetők. Appelshofer Ágnes, Tolna polgármestere szívélyes köszöntőjével üdvözölte a Városháza dísztermében a 18 tagú német delegációt. Mindig nagy öröm számomra, amikor találkozunk a partnertelepülés képviselőivel. Én ebben 18 éve veszek részt, és azóta nagyon sokat változott a világ itt Magyarországon is és Németországban is, de én azt gondolom, hogy mégis nagyon fontosak azok a barátságok, amelyek kötettek, és itt most személyes barátságokra is gondolok akár, és nyilván települések között is a hivatalos delegációs partnerségre. Sokat változott a világ, de én, ahogy a köszöntőmben is elmondtam, hogy én nagyon bízom abban, hogy sokkal több minden van, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt. És azt hiszem, hogy az évről évre való találkozás az ennek ékes példája. A protokoll és baráti kapcsolatokon túlmenően is vannak terveik a vezetőknek. Én nagyon bízom abban, hogy mint ahogy az elmúlt években nagyon sokáig egyébként a két település között volt egy ilyen diákcsere program, aztán ez egy kicsit elhalt, és valljuk be őszintén, a Covid se tehet ennek jót, de én nagyon bízom abban, hogy ez egy kicsit talán fellendül, hiszen a magyar gyerekek nyelvtanulása is nagyon fontos egyébként, hogy német nyelvterületen tudjanak németül tanulni, és nagyon fontos az is, hogy bár családdal most már nyitott a világ, tehát mióta az Unióban vagyunk, azóta bárki bárhova utazhat, ha van rá anyagi lehetősége. De mégis fontos az, hogy esetleg a diákok ne csak a turisztikai látványosságokat lássák, hanem a valóságot ott, és a német diákok a valóságot itt, hiszen a média nem feltétlenül ezt tükrözi. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy az elmúlt több mint 30 év után ez legalább egy ugyanilyen hosszú partnertelepülési kapcsolat lesz. Ugyanennek én már nem leszek a tagja, hiszen nem leszek tovább önkormányzati képviselő és polgármester, de nagyon bízom abban, hogy a jó kapcsolat a települések között megmarad, és nagyon bízom abban, hogy az a program, amit összeállítottunk a mostani delegációnak, ami részben itt helyben, részben a közelben például, itt is a környéket is be tudjuk mutatni, és egy puszta programra is elvisszük a vendégeinket. Ott azért ilyen nincs. És én nagyon szeretném, hogyha ez is, mint minden ilyen látogatás, örök emlék lenne az ide látogatóknak. Nagyon sokan vannak, akik már sokatszor jönnek ide Magyarországra. Van köztük olyan is, aki már nem képviselő, csak képviselő volt. És szinte, ugye főleg most már az interneten keresztül elég jól tudjuk tartani a kapcsolatot, úgyhogy én hiszem, hogy itt nem csak országokat és településeket, hanem emberi barátságokat is ápolunk azzal, hogy ma fogadjuk, illetve a hétvégén fogadjuk ezt a német delegációt. A mai fogadáson is itt van a Német Nemzetiségi Önkormányzat összes képviselője, és a holnap délutáni programot pedig ők fogják szervezni, tehát lesz egy koncert, egy ilyen tavaszi koncert, ami kifejezetten sváb zenéket tartalmaz, tehát azt fogunk hallgatni, és én nagyon szeretném, hogyha valóban itt a németek nem csak Tolnát, hanem az itt élőket személyesen is, és itt éppen ezért fontos az, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is ott legyenek, hogy a németséget is, hogy milyen ma Magyarországnak német nemzetiségűnek lenni, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy már annyira beleolvadt az össztársadalomban a német nemzetiség is, mint az összes többi talán. Hogy nyilván nincsenek viták, de én azt gondolom, hogy az, hogy ők a német-sváb hagyományokat őrizzék gasztronómiában, zenében, táncban, viseletben, az nagyon-nagyon fontos, és talán ez működik. Mözsön talán még egy kicsit jobban is, úgyhogy éppen ezért megyünk holnap a Mözsi programra,
remélem, hogy az is nagyon, nagyon izgalmas lesz. Petra Maria Becker főpolgármester elmondta, hogy minden találkozás öröm számára, és azt is, hogy miért tartja nagyon fontosnak a két város közötti kapcsolatot. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek. 2018-ban lettem Stutenzé főpolgármestere, 22-ben lett ez a partnerség 30 éves, és mindenki mesélt nekem akkoriban, hogy milyen szép itt és a tolnai barátokkal találkozni. Így 19-ben voltam itt először, és ismerkedhettem meg. Az utóbbi évben, a korona után olyan sokan voltunk, és olyan nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki, hogy hihetetlenül vártuk mindannyian az újra találkozást, ezt a hétvégét. Kontakt, so dass wir uns alle wirklich unheimlich auf den heutigen, auf dieses jetzige Wochenende gefreut haben. Nekünk egy jó és baráti kapcsolatunk van. Ilyen esetben a lehetséges politikai különbségeknek nincs szerepük, ugyanis mi itt időt tölteni akarunk egymással, eszmecserét folytatni, egymástól tanulni, így ennek nem szabad megosztó szerepet játszania. A négy napra érkezett küldöttség tagjait nem hagyták unatkozni, hiszen igazán mozgalmasra sikeredett és színvonalas programokon vehettek részt. Tolna város német nemzetiségi önkormányzata megrendezte az ilyenkor megszokott, a Szent György naphoz kötődő tavaszi térzene című koncertet. Az idei fellépő sváb fúvós zenekar Somberekről érkezett. A német nemzetiségi önkormányzat elnökével, Fülöp Mónikával beszélgettünk a tavaszi hangverseny megnyitóját követően a mai rendezvényről, illetve az idei évre tervezett további eseményekről is. Ez a tavaszi térzenei koncertünk. Minden évben a Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzat a két alkalommal rendez ilyen térzenét. Ennek apropója hosszú időkre visszanyúlik. Visszaemlékezünk elődeinkre, akik György napkor kihajtották, Mihály napkor pedig behajtották az állatokat, és ebben két időpontban nagy báli mulatságokat tartottak, hogy szórakozhassanak. Ugye ezeket a bálokat természetesen fúvós zene kísérte, és ebből megtartottuk a fúvós zenét, és ezért minden évben két alkalommal a régióból, akár a régión kívül is egy fúvós zenekart hívunk. Az idén a Schomberger Dorfmusikantent hívtuk meg, akik 25 fővel szórakoztatják a közönséget. A célunk ezzel az, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a sváb fúvós zenét, és ez fennmaradjon a még hosszú-hosszú időkre. Ahogy az időben távolodunk ugye őseinktől, egyre nehezebb a hagyományokat fenntartani. Hát a sváb vagy a mözsi dialektust sem beszélik már olyan sokan, a zenét sem ismerik már olyan sokan, úgyhogy a nemzetiségi önkormányzatnak alapvető célja is az, hogy a hagyományok fennmaradjanak, és ezt tovább is adjuk. Úgyhogy ezek adnak remek alkalmat arra, hogy a fiatal generációk ezt megismerjék. Nekünk nagyon fontos, hogy fennmaradjanak, tehát ne csak a mában, hanem a jövőre nézve is. Június 15-én rendezzük meg a Kervastúrülfesztet itt Mözsön, ami a Kelt Kalács Fesztiválunk, illetve októberben lesz még a Nemzetiségi Napunk, tehát az önkormányzatnak ez a négy nagy rendezvénye van minden évben. És ezek mind azt szolgálják, hogy ezek a hagyományok, a német kultúra, a német, illetve a sváb kultúra, a sváb nyelv fennmaradjon. Egyesületünk az 2003-ban alakult, Sombereken, Mihelis Feri bácsinak a javaslatára jött létre ez a kis közösség, annak okán, hogy hagyományőrző
német nemzetiségi zenét játszanak a fiatalok közösen, és ez a mai napig kitart oly módon, hogy folyamatosan változik a létszám, folyamatosan bővülünk, jönnek hozzánk fiatalok, általános iskolások, idősebbek is, úgyhogy nagyon szép múlttal rendelkezünk gyakorlatilag. A majd 25 fős együttes nem először zenél a tolnamözsi színpadon. Gyakorlatilag, ha vagy tánccal, vagy zenével, vagy énekléssel, ezt ugye próbáljuk továbbvinni, próbáljuk mindig a fiatalabb nemzedéknek továbbadni, hogy megmaradhassunk mi svábok, mondom én, aki nem is teljesen sváb, de mi svábok, hogy azért megmaradhassunk az utókornak. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!